Halló? Szevasz! Na, várjál, várjál! Mennyi a láza? Nézd, Marikám, a gyereknél ez még csak hőemelkedés. Na, várjál csak ide, figyelj! Nézd, én holnap felugrom hozzátok, jó? Megnézem a srácot. Tudod, hogy van, több szem többet lát. Na, nem kell elkeseredni, nem olyan veszélyes. Figyelj ide, kálmopirin, naponta egy egész citrom. És holnap felugrom. Na, jó van, szevasz, szevasz. Nem jönnek. Mi? Telefonáltak, hogy beteg a gyerek. Szevasz. Szevasz. Mi van? Minden marhának kocsija van már. Nekünk még nincs. Mit csinálsz? Az öreg valami hülyeséget rámsózott, valami kimutatást. Hányszor kértelek, hogy ne vállalj el ilyen marhaságokat. És ha jöttek volna, akkor mikor csinálod meg? Mikor csinálod meg? Éjszaka. Alszol 3 vagy 4 órát, és mész be reggel hullafáradtan a kórházba, ugye? Este egy büdös szót nem lehet hozzád szólni. Milliószor kértem, egy minimális rendszert vigyél az életedbe, nem lehet anélkül. Megcsináltad a fordítást? Milyen fordítást? Megígérted, nem? Nem volt rá időm. Egész nap nem volt rá időm. Majd megcsinálom. Reggelre kell nekem. Jó, majd éjjel megcsinálom. Különben nagy bajba lennél, hogyha jöttek volna. Te, Zoli, hányszor magyarázzam meg neked, hogy valami rendszert kéne az életedbe vinni? Anélkül nem megy. Adj egy gyufát. Ja, ott keresem. Zoli, Zoli, valami Sherman vagy Berman telefonált, hogy hív fel 8:30-ig. Valami műsorról van szó, amit nem adtál le. Hallod? Telefonált? Valami Berman, azt mondta, hogy hív fel 8:30-ig. Na hát, ez valami különleges érzéked van. 8:50. Ja, tudom, mit akartam mondani. Köszönöm azt a reggeli cirkuszt, amit a gázszámlás csinált. Ne strapáld magad, már befizettem. Befizetted, de reggel még nem fizetted be. Negyedszeri felszólításra sem fizetted be. Itt hallgathatom a dumáját reggel, 1/2 óra hosszat az ajtóban. Milyen műsorról van szó? Valami műsor, majd holnap elintézem. Szóval nem elég, hogy felébresztett. Kérdeztem valamit, nem? Most miért nem lehet válaszolni arra, hogy milyen műsorról van szó? Na, itt van. Miért ne lehetne rá válaszolni? De én nem erről beszéltem.
az Isten szerelmére, hagyd már békén, jó? Fáradt vagyok, és szeretném itthon nyugodtan érezni magam. Én nem ezt szeretném. Néha azt se tudom már, hogy te mit szeretnél. Sok mindent. Miért nem szóltál? Nincs itthon vacsora? Miért nem vacsoráztál? Nincs itthon semmi. Csinálhatok pirítós meg teját. Ja, meg van egy kis ütemény, amit a srácoknak hoztam. Na várjál csak. Elmegyünk valahova vacsorázni, jó? Aztán beszélgetünk. Hová akarsz menni? Az Ádámnál leszünk valamit, aztán elmegyünk valahova. Nem maradunk soká. Azt hittem, hogy ma este végre itthon maradunk. Jó, hát ha nem akarod. Na jól van, megyünk. Öltözz el. Ági! Tessék! Nincs fehér ing. Nincs a szekrényben? Szóval nincs. Ne strapáld magad, nem megyünk sehova. Van tiszta, legfeljebb csak ki kell vasalni. Várjál, nem vasal tessék. Semmit, nem megyünk sehova. Nem érted, hogy ezeken a 10 perceken múlik minden? Késő van! Ne ordíts, jó! Nem is késő van, különben is elegem van az egészből. Nem fogok neked percenként úgy ugrálni, ahogy te akarod. És egyáltalán, ami az ingeket illeti, vedd már végre tudomásra. Vegyem tudomásra, hogy nem vagy a cselédem, és nem fogsz ingeket mosni. Pontosan így. Hát én nem azt kértem, hogy te mosd az ingeimet, hanem legyenek ingek, amik ki vannak mosva. Ennyit nem lehet megérteni. De hogy ne lehetne megérteni? Amit te mondasz, drágám, azt mindig meg lehet érteni. Aki nem érti meg, az egyszerűen hülye. Hülye. Különben is erről való nézeteidet ma még ki se fejtetted. Te! Na! Na, hagyjuk abba az egészet. Na, most mi tartott vissza? Semmi. Hagyj! Mit csinálsz? Elmegyek. Majd én megyek. Hova a frászba akarsz menni? Nem tudom. Hülyék vagyunk. Thank you.